90. születésnapját ünnepelte a mezőkövesdi Pető Márton április 10-én. Egy nappal később dr. Fekete Zoltán polgármester városunk nevében köszöntötte az ünnepeltet. A városvezető elsőként felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét, majd virágcsokorral, emléklappal és tortával együtt átadta Marci bácsinak. Pető Márton 1929. április 10-én született egy 5 gyermekes családban. Az elemi iskola elvégzését követően 2 évig a mezőgazdaságban dolgozott. Ezt követően Egri középiskolába nyert felvételt, de tanulmányait Mezőkövesden, a mai Szent László gimnáziumban folytatta. Az iskola befejezését követően az Agrártudományi Egyetemen, előbb 2 évig Budapesten, majd 2,5 évig Gödöllőn tanult. Első munkahelye a mezőnyárádi gépállomás volt, ahol 1954-től kezdve 8,5 évig dolgozott fő agronómusként és igazgatóhelyettesként. A vállalat megszűnését követően a mezőkövesdi járási tanács mezőgazdasági osztályára került, ahol járási fő agronómusként tevékenykedett. 1969-ben az akkori Kossuth Termelő Szövetkezetben folytatta pályáját a termelési osztályon, itt az elnök helyettesi teendőket is ellátta, innen 19 év után vonult nyugdíjba. Pető Márton 1956-ban házasodott meg, 2 gyermeke és 3 unokája született, első dédunokája várhatóan június közepén fog megszületni. Szabad idejében egészen a közelmúltig ellátta a ház körül teendőket, gondozta a kertet és a gyümölcsfákat.